Köszöntöm a kedves nézőket! A mai napi üzenet igéje Máté evangéliuma 27. fejezet 26. verse szerint így hangzik. Pilátus akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. Jézus szenvedésének ez a jelenete egyfelől nagyon lesújtó képet tár elénk, másfelől nagyon vigasztaló igazságot. Rettenetes ítélet van benne, fölöttünk. Ennél már csak Isten kegyelme nagyobb. Vigasztaló a látvány, vagy ellenszenves? Visszataszító, amit itt látunk, égbe kiáltó az igazságtalanság, fölháborító a nagy per minden részlete. És az a borzasztó, hogy amikor elítélem ezeket az embereket, tulajdonképpen magam mögött mondok ítéletet. Ott van a tömeg. Pár nappal ezelőtt még virágvasárnap ünnepelt, hozsannázott. Most ugyanolyan lelkesedéssel feszítsd meget kiált. Félelmetes, hogy ugyanabból a szájból jöhet áldás és átok. Ugyanaz a kéz kulcsolódhat imádságba és ökölbe szorulhat. Ugyanaz a szem sugározhatja a szeretet melegségét és a gyűlölet lángját. És ha még csak a tömegpszichózisra gondolnánk, könnyebb volna megmagyarázni, de az a baj, hogy így van ez bennünk is. Mi is tudunk bántani, sérteni, gúnyolni, sebet ütni, csak egy kis környezet kell és hangulat hozzá. Virágvasárnap helyett nagypéntek, templom helyett egy zsúfolt busz, imádkozó társak helyett feszült családi légkör, és már is megtörténik velünk, ami itt a tömeggel. Mi is meg tudunk változni úgy, hogy ránk se lehet ismerni. Könnyű akkor hozsannázni, amikor mindenki azt teszi. De amikor mindenki feszítsd meget ordít, de az vesse erre a zúgó tömegre az első követ, aki közületek nem bűnös. Rendben van. Ítéljük el, a tömeget megérdemli, de úgy, hogy mi is ott vagyunk közöttük, mert mi sem vagyunk különbek nála. A legellenszenvesebb a főpapok és a vének alakja. Ők igazán tudhatták az írásokból, ki az a Jézus. Mit akar Isten, merre vezet az út az üdvösségre? Mégis ők lázítják a népet, ők állják útját annak, hogy Jézus előtt térdre boruljon a sokaság, és imádja őt. Az ige teljesedett be rajtuk, mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között. És miattunk nem káromoltatik Isten neve? Nekünk kellene tudnunk a legjobban, hogy kicsoda Jézus, mit jelent a megváltás, a bűnbocsánat, hiszen ismerjük az írásokat. Próbáljunk csak meg egy ateistát Jézushoz vezetni, akkor látjuk, mennyire oka vagyunk annak, hogy olyan sokan feszítsd meget kiáltanak Jézusra. Pilátus alakja egészen szánalmas. Megmenthette volna az ártatlant, de nem volt bátorsága hozzá. Hiába mossa kezét, neki nem volt ez szívügye. Úgy sodródott bele, mint Pilátus a krédóba. Essünk túl rajta, félelemből cselekszik. Ez is így van velünk. Tudjuk, mit kellene tennünk, mégsem tesszük. Például valakitől bocsánatot kellene kérnünk, valakinek meg kellene bocsátani, mégsem tesszük. Hányszor esünk bele Pilátus bűnébe? Úgy véljük, hogy sokszor meg kell alkudnunk. Apró bűnök ezek. Nem is bűnök, csak emberi gyarlóságok hibái. De ezek az egészen kis bűnök vitték Jézust a keresztfára, végül is Isten fiát meggyilkolták. Itt a kereszten, itt lepleződik le a bűn igazi lényege. Isten megjelent testben, és az ember megölte. Itt derül ki, hogy a bűn akármilyen kicsi is, Isten gyilkosság. Olyan bűnökből tevődik össze ez a szörnyűség, amilyeneket mi nap mint nap elkövetünk. Tehát részes vagyok Jézus halálában, és ez nem szónoki fogás. Ha ez a gondolat szíven talál, akkor érted meg, hogy van ebben a történetben valami nagyon felemelő is. Pilátus a nép kívánságára, a halálra ítélt gonoszt szabadon bocsátja. Az ártatlant pedig kimondja az ártatlan felett az ítéletet, a halálos ítéletet. Hogy engedhette ezt meg Isten? Azért, hogy megértsd Isten igazságát, a megváltás csodáját.
Isten ebben a jelenetben mutatja be a bűnös ember szabadulását Jézus halála árán. Ez a megváltás. A bűnös szabad lesz, mert az igaz elítéltetik. Jézus a te helyedre állt. Elképzelhetjük ezt a jelenetet, amikor a börtönőr bekiált a rabnak, Barabás, szabad vagy, más valaki hal meg helyetted. Méltatlanságot teljes tudatában, bűneid kellős közepén ér az örömhír, szabad vagy, Jézus meghalt helyetted. Ez most Böjt mai üzenete.